Miért titkolózom, és miért nem árulom el egyértelműen és azonnal, hogy hol lehet ezeket a termékeket megvásárolni? Elmondom, figyelj, de tényleg figyelj, mert majd meglátod. Kétféleképpen lehet vásárolni, beregisztrálsz törzsvásárlónak, ami semmibe nem kerül, és semmilyen kötelezettséggel nem jár, de 25%-kal olcsóbb minden, vagy nem regisztrálsz be, akkor mindenért 25%-kal többet fizetsz, és egyes egyedül a születési dátumodat tudod titokba tartani, mert minden adat egyébként kell, ami a regisztrációhoz is kell. Hogyan történik a regisztráció? Na ezt figyelj! Tudok adni egy linket, amire rákattintasz, és bejön egy űrlap, amit ki kell tölteni. Az űrlapon csak azokat az adatokat töltsd ki, ami meg van csillagozva. Hiába van odaírva, hogy útlevélszám, meg igazolványszám, meg adószám, meg ilyenek, nem kell odaírni semmit. Szokták kérdezni sokan, hogy ki az, hogy kedvezményezett? Hát kérlek szépen, a kedvezményezett az egy kiváló fordítása az örökösnek. Arról van szó, hogy ki fogja örökölni ezt a pozíciót te utánad, mert ez örökölhető. Ne írja oda semmit, mert nem foglalkozik vele senki, azt fog örökölni utánad, aki egyébként is örököl. Mikor ezt kitöltötted, ezt a sok adatot? Ja, és még egy, hogyha nem Magyarországról regisztrálsz, hanem például Németországból, akkor három nem között választhatsz, lehetsz férfi, nő vagy egyéb. Hogyha Olaszországból regisztrálsz, akkor csak két nem van, viszont kéri az adószámodat, és ott meg van csillagozva. Hogyha Amerikából regisztrálsz, akkor kéri a társadalombiztosítási számodat, vagy a zöld kártyádnak a számát, ezt pontosan nem tudom, hogy van-e a kettő között különbség, tehát országonként más dolgokat fog kérni. Na, amikor ezt kitöltötted, és rákattintasz arra, hogy tovább, ha szerencséd van, akkor egy olyan oldalra kerülsz, ahol minden adat szépen be van írva, amit az előbb kitöltöttél, és csak le tudod csekkolni, hogy rendben van-e. Ha nincs szerencséd, akkor visszakapod az előbbi űrlapot újra üresen. És amikor ez már harmadszor történik, olyankor előkerül a kis balta, és tönkre fog menni a telefonod. Tételezzük fel, hogy jó, sikerült minden, megkaptad azt az oldalt, hogy ki van töltve az adatod, csak le kell okézni, hogy igen, így rendben van. Na, akkor átkerülsz egy webáruházba. Két lehetőséged van, vagy beleteszel valamit a kosárba, kiválasztod, hogy hogy fizetsz, meg hova küldjék, meg stb., és végig viszed ezt a folyamatot, és akkor beregisztráltál. Másik lehetőség, hogy te nem vásárolsz semmit, azt is lehet, csak akkor fölül, legalábbis az asztali gépen legfölül van, ki kell választanod, hogy valamit rakok a kosárba, IOC csomaggal regisztrálok, DSP csomaggal regisztrálok, vagy csak regisztrálok, de nem vásárolok semmit majd később. Ez viszont angolul van odaírva, a magyar nyelvű webáruházba. A webáruházban nincsenek képek, csak nevek vannak, amiket te nem nagyon ismersz, hiszen még nem vagy DXN tag, nem fogyasztottad ezeket a termékeket, lövésed sincs, hogy mi az a Zicafé Classic, meg mi az a Lingzi 3 az egyben, meg ilyenek. És emiatt egy kicsit nehéz a kiválasztani, hogy melyik terméket szeretnél. Ami még külön érdekessége, hogy kategorizálva vannak, és legelőször az élelmiszereket látod. Tehát azokat a termékeket, amik élelmiszernek vannak besorolva. De ha te egy kapszulát akarsz rendelni, ott te azt nem látod. Rá kell kattintani alul, hogy táplálék kiegészítők, vagy élelmiszer kiegészítők, akkor így megváltozik az oldal, és akkor bejönnek a kapszulák, meg a tabletták, meg a porok. Ezért mondom, hogy ez egy iszonyatosan bonyolult, úrnehéz rendszer, és én nagyon örülnék, hogyha nem menne föl a vérnyomásod 200-ra, mert harmadszor töltött ki az űrlapot, meg hogyha egyből megtalálnád azt a terméket, amit rendelni szeretnél. Sajnos ez nem ilyen egyszerű, ez a cég baromira jól ért mindenféle gyógygombához, fermentelt élelmiszerekhez, de a weboldalak nem az ő világa. Ezért mindig felajánlom, és tényleg nagyon szívesen megcsinálom neked. Én már tudom, hogy inkognitó ablakba kell behívni, meg ilyenek. Megcsinálom, beregisztrálok, ha úgy döntesz, hogy nem vásárolsz semmit, majd később azt is lehet, de hogyha megbeszéljük, hogy mit szeretnél rendelni, le is tudom adni a rendelést, és utánvétel, vagy postai, vagy banki átutalással meg tudod rendelni. Tehát az első rendelést is le tudom venni a nyakadból, és nagyon szívesen megteszem tényleg. Szóval ezért titkolózom én, mert hát van, amit szégyellek.